Részlet Eckhart Tolle videójából. Kérdést olvas fel. Amikor elveszítünk egy formát, amely a bőséget képviselte, törődjünk bele a veszteségbe, vagy cselekednünk kell, hogy a bőség új formáit hozzuk létre? A kérdés feltevőt most nem tudom közvetlenül megkérdezni. Lehet, hogy elvesztette bármely tulajdonát, a pénzét, bármit. A kérdés az, hogy beletörődünk-e a veszteségbe, vagy cselekednünk kell, hogy a bőség új formáit hozzuk létre. Nos, megteheted, lemondhatsz, beletörődhetsz. A kérdés nem a vagy-vagyról szól, hogy ez vagy az, hogy létrehozol-e majd még többet ugyanabból, bármi is legyen az. Ha elvesztettél egy házat, dolgozhatsz egy másik ház megszerzésén, vagy ha elveszítetted a befektetéseidet, akkor keményen dolgozhatsz azon, hogy újra megteremtsd ugyanazt. Vagy már nem érdekel, hogy ezt tedd. A veszteségbe való beletörődés minden esetben érvényes. Ha ezt nem teszed meg, akkor szenvedsz, és akkor negatív érzések halmozódnak fel benned, és akkor minden cselekedeted majd ezeken alapul, és a negatív reakciókra épül. És dolgozhatsz nagyon keményen, és talán újra megteremtheted ugyanazt a bőséget. De ez nem lesz kellemes. Tehát mindig annak elfogadása az első lépés, ami van, és azután onnan szabadon dönthetsz arról, hogyan tovább. Az elfogadás a veszteségre vonatkozóan, mert ez az, ami van. Semmi sem állandó ebben a világban. Nyereségből és veszteségből áll. Előbb vagy utóbb el kell engedned. Az elfogadás jön először, és aztán van a választás. Ha élvezed a bőséges formák létrehozását, bármit is csinálsz, miért ne folytatnád tovább? És valószínűleg nagyon gyorsan újra megteremted ugyanazt a bőséget. Ha nem élvezed a cselekvést, ha a cselekvés csak egy eszköz a cél eléréséhez, mert szükséged van a pénzre, a pénz pszichológiai biztonságát akarod, akkor még mindig nem tanultad meg, hogy ez nem igazán működik. Akkor csak újra és újra ugyanazt a ciklust ismétled, ugyanazokat a köröket járod, és nem leszel boldog. Kényszeresen dolgozol majd keményen, hogy megpróbáld visszaszerezni a pénzed. Tehát a lényeg, az első lépés az elfogadás. Elfogadjuk azt, ami van, mert az van. A második lépés az, hogy figyelj magadba, befelé figyelj, és lásd meg, hogy mi az, amit tenni szeretnél. Lehetséges, hogy 20 évig dolgoztál, felépítettél valamit, majd elveszítetted. Szeretnéd még, hogy újra dolgozz 20 évet, vagy akár 10 évet? Ha élvezed, akkor igen. Miért is ne? Bármit is teszel, a fontos kérdés az, amit fel kell tenned. Bármivel is foglalkozol, hogy amit csinálok, az elsősorban egy eszköz a cél eléréséhez, vagy elsősorban és önmagában is egy cél. Ha önmagában is cél, akkor az azt jelenti, hogy miközben teszem, amit teszek, abban öröm van, élet van, ott van az elevenség. Igen, tudom, hogy mit akarok elérni. Ezért mondom, hogy elsősorban eszköz a cél eléréséhez, vagy elsősorban egy cél önmagában. Ha a cselekvésed nem elsősorban önmagában a cél, akkor hiányzik belőle az adottság, az öröm és a harmonikus cselekvés, és ez tudattalan. És ez alapvetően boldogtalanná tesz téged, még ha nem is tudsz róla. Sok öntudatlan ember boldogtalan, és annyira tudattalanok, hogy még csak nem is tudják, hogy boldogtalanok, mert ez a normális állapotuk. Nem mindenki más is így van ezzel. Ez vonatkozik bármire, amit teszel, túlmutatva ezen a feltett, konkrét kérdésen. Ébernek, figyelmesnek kell lenned, hogy lásd, hogy a tetteid bármelyik adott pillanatban, még az egyszerű dolgoknál is, mint az ügyintézés, a megbízások elintézése, a mindennapi teendők végzése esetén, ébernek kell lenned, hogy lásd, hogy nem csak eszköz egy cél eléréséhez. Ebben az esetben nem vagy jelen abban, amit teszel. Valószínűleg türelmetlen vagy, stresszes vagy panaszkodsz, inkább lennél valahol máshol.
Mint ahogy az autós matricák is, amelyek azt mondják az autókon, hogy, és ilyen dolgok vannak kiírva, mint például, inkább horgásznék. És ha a gondolkodásmódod az, hogy inkább máshol lennék, még akkor is, amikor épp horgászol, akkor sem leszel sokáig boldog. Aztán nagyon gyorsan azt fogod gondolni, hogy inkább az autóban ülnék és valami izgalmas helyre vezetnék. Tehát az életedért való felelősségvállalás azt jelenti, hogy felelősséget vállalsz azért, hogyan végzed a tetteidet, amit teszel. És ha a legtöbb cselekedetet csupán csak eszköz a cél elérése érdekében, akkor az egész életed alacsony minőségű lesz. Hiányzik belőle a jelenlét, és mindig a következő pillanatra vársz, azt keresed, amelyről azt hiszed, hogy majd jobb lesz. Amikor eljön, sajnos csak a jelen pillanat, ami soha nem elég jó. Ez az alacsony minőségű élet. Az életed minősége, ahogyan én használom a kifejezést, mélyebb, mint a kifejezés hagyományos értelemben vett használata. Vagy jó egyáltalán, hogy van ez a kifejezés, életminőség. Mert ez azt jelenti, hogy ami meghatározza az életed értékét, az nem a mennyiség, nem az, hogy mennyit fogyasztasz, hány dolgot birtokolsz, vagy bármi mást, akárhogy hány embert irányítasz a munkádban. Nem a mennyiség határozza meg az életed értékét, hanem a minőség. A hagyományos értelemben örülök, hogy ez a kifejezés létezik. Azt jelenti, hogy élvezed-e az időt? Tudsz-e minőségi időt tölteni egy másik emberrel, ami figyelmet jelent? Olyan minőségi tevékenységeket, ahol nem csak dolgozol állandóan, hanem más dolgokat is teszel. Vannak listák a városok életminőségeiről is. Minden évben összeállítanak egy listát. Nem emlékszem, hogy ki adja ki, vagy hogy pontosan hogyan határozzák meg, de megpróbálják meghatározni, hogy mennyire kellemes, vagy mennyire kellemetlen egy adott városban élni. Sok tényező járul hozzá ehhez. Szóval ez jó dolog. De ahogy én használom a minőség kifejezést, még ezen is túlmutat. Vagy kapcsolódik valahogy, de mélyebbre megy. Élhetsz egy olyan városban, amely az életminőségi listán nagyon alacsonyan szerepel, és mégis a legmagasabb minőségű életet élheted, ami azt jelenti, hogy miközben teszed, amit teszel, teljes figyelmet szentelsz neki. Tudva, hogy igen, azért csinálom ezt, mert oda és oda kell eljutnom. Tudod, mi a cél, amit el akarsz érni. De az elsődleges szempont a cselekvés maga. A legkisebb dolog is, és akkor az életed magas minőségű lesz. Minden cselekedetnek van egyfajta elevensége, élénksége és jelenléte. Nem stresszel. Nincs vonakodás, nincs türelmetlenség, nem ingerültséggel történik. Nem látod, hogy mindezek a dolgok mennyire csökkentik, rontják az életed minőségét? De ez annyira normális. De te is megteheted ezt. Miért hozod mindezt a cselekvésedbe? Az ingerültséget, a stresszt, a nem tetszést, a türelmetlenséget, a panaszkodást. Miért? Mi értelme, haszna van ennek? Nincs valódi célja, kivéve, hogy megerősítik a hamis önazonosságodat. Tehát láthatod, hogy van választásod. Ugyanezt megteheted akkor is, ha külső szinten semmit sem teszel az életed megváltoztatásáért. Tegyük fel, hogy mindent, amit eddig csináltál, azt folytatod, de teljesen más szemléletet hozol be. Kiveszed az összes ellenállási mintát abból, amit eddig csináltál. Kivonod az összes panaszkodást, az állandó vágyat, hogy máshol legyél, az ingerültséget, a türelmetlenséget és a stresszt. Tehát még mindig pontosan ugyanazt csinálod, és mégis az életed belülről teljesen átalakul. Ez egy csodálatos dolog. Kívülről először semmi sem változik. Még mindig pontosan ugyanazt teszed.
Felolvasta Korek Mária. Köszönöm a meghallgatást!